Kedves testvéreim! Mindig is foglalkoztatott engem ez a kérdés, Mester, hol laksz? Vajon ez mire vonatkozik? Vajon hogyan kell értenünk? A tanítványok hogyan értették, hogyan értette Jézus az ő válaszát? Mester, hol laksz? Milyen utca, milyen házszámra gondoltak? Nagyjából tudjuk azt a lakást, ugye pár héttel ezelőtt mi magunk is imádkoztunk, szemléltük a betlehemi barlangot. Vagy tudjuk azt, amit már később olvasunk az evangéliumban, hogy Jézusnak nem volt hová lehajtani a fejét. A rókának odúja van, az ég madarainak van fészke, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Akkor mégis mire vonatkozik ez itt, hogy Mester, hol laksz? Vagy ha mondjuk itt és most Keresztelő János egyik tanítványa megkérdezné Jézust, akkor mit válaszolnánk neki itt makor, hogy a Petőfi parkban lakna, vagy itt a Szent István téren lakna, vagy hol lakna, kint Honvédban, vagy hol lakna? És azt hiszem, hogy nem erről van szó igazából, hanem egy nagyon picit előrébb haladunk János evangéliumában, csak pár sorral följebb, akkor van egy megdöbbentő és nagyon mély mondat. Ott azt írja, hogy az Istent soha senki nem látta, hanem az egyszülött fiú, Jézus Krisztus, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. És itt van ez a nagyon-nagyon mély néhány szó, aki az Atya kebelén van. És ezt nagyon sokféleképpen szokták fordítani, az Atyához közel van, vagy aki a legközelebb van az Atyához, és egyes nyelvekben van egy nagyon-nagyon szép fordítás, amikor így próbálják visszaadni ezt a visszaadhatatlant, hogy aki a legközelebb van az Atyaisten szívéhez. Hát ő Jézus itt lakik. Ott a legközelebb az Atyaisten szívéhez. Ott lakik, ott van az ő lakása, ott van az ő otthona. Ott van az a legmélyebb és legbensőségesebb kapcsolat, amiből ő leszállt ide a földre, és közöttünk élt, és megosztotta ezt a nagyon-nagyon mély és bensőséges személyes kapcsolatot velünk is. Ez az ő otthona. És ha ez az ő otthona, akkor minket is meghív ebbe az otthonba. És igazából, amikor azt válaszolja nekik, hogy gyertek, nézzétek meg, akkor az pontosan ilyesmire vonatkozik, hogy gyertek velem, és majd meglátjátok, hogy mi is ez az otthon, mi is ez az Isten országa, mi is ez, hogy én az Atya kebelén, én az Atya szívén lakom. Talán megdöbbentő, de ez nem csak Jézus Krisztusnak a személyes otthona, sőt, nem csak a 12-t hívta meg ebbe az otthonba, hanem mindannyiunkat meghív ebbe az otthonba. Ebbe a, úgy is mondhatnám, hogy ebbe a legbelsőbb szobába, ebbe a belső szobába. És hogy ez mennyire így van, találtam néhány nagyon izgalmas, érdekfeszítő és nagyon mély mondatot Thomas Mertonnál. Azt mondja, mindannyiunkra vonatkozik tehát. A kereszténység, ami hitünk, Krisztusban kibontakozó élet és bölcsesség. Az a lényege, hogy Krisztusban visszatérünk az Atyához. Visszatérünk az értelmesség és az igazság forrásához. Visszatérünk abba a legbelső térbe, abba az otthonba, abba a belső szobába, így is mondhatnám, ahol az élet és az öröm fakad. Újra felfedezzük a paradicsomot a saját lelkünkben, mert megfeledkezünk önmagunkról. És mivel egyek vagyunk Krisztussal, fölismerjük azt is, hogy az Atyaisten gyermekei vagyunk. Fölismerjük, hogy úgymond másik Krisztusok vagyunk. Tudatára ébredünk ennek az erőnek és szeretetnek,
amellyel annak a névtelen és rejtett valakinek a csodálatos jelenléte ruház fel, akit Szentléleknek hívunk. Hát ez a mi otthonunk. És hogy hogyan juthatunk el, ehhez kötődően egy egészen személyes történet, most hallottam a héten, mégpedig Alois testvértől, a tezélyi közösség vezetőjétől, aki elmesélt egy nagyon konkrét dolgot, mégpedig egy szenvedő emberről, egy szenvedő édesanyáról. Ahogyan mondtam a bevezetőben, ma van a menekülteknek, a hontalanoknak, az elvándorlóknak a napja. És Alois testvér elmesélte, hogy ősszeli novemberben Afrikában járt, Dél-Szudánban, mégpedig egy menekült táborban, ahol találkozott egy édesanyával, akinek a fia már hónapokkal ezelőtt a háború elől, a szudáni polgárháború elől elmenekült Európába, és eljutott Tezébe, megismerkedett a testvérekkel, de sajnos ez a fiatalember egy hosszabb betegség miatt, valószínűleg egy öröklött betegség miatt meghalt. Itt Európában meghalt. És mivel nem volt semmi kapcsolata már az édesanyjával, a családjával, ezért Alois testvér elhatározta, hogy meglátogatja az ő édesanyját, és elmondja neki a halálhírt. Most az édesanyja egy hatalmas nagy, bődületes menekült táborban lakik. Megkérdeztem, hogy körülbelül hányan laknak ott. És azt mondja, hogy fogalma sincs, de valószínűleg több tízezren. Gyerekek, édesanyák, édesapák, családok. És találkozott ezzel az asszonynal. Ez egy muzulmán asszony. Elmondta neki ezt a halálhírt, hogy a fia meghalt Európában, nem tudták már az orvosok megmenteni. És itt van a lényeg, hogy hogyan válaszolt ez az anya, aki máshogy nevezi az Istent, mint mi, máshogy hívja. De eljutott ugyanoda tulajdonképpen. Eljutott ide, hogy hol van az ő otthona, ebben a mérhetetlen gyászban és fájdalomban. És azt mondta, amit mi magunk ismerünk a Bibliából, de ő nyilván nem ismeri a Bibliát, mert muzulmán, azt mondta, az Úristen adta, az Úristen elvette, áldott legyen az ő neve. Na, ez az asszony eljutott ide, hogy hol van a mi otthonunk. Eljutott oda, hogy a fájdalom és a gyász ellenére az Istenre tudta bízni mindezt, ami történt.